Az a probléma, hogy az emberek azt hiszik, hogy csak azért, mert mi tudjuk, úgy értem, hogy az emberiség kollektíve tud valamit, vagy állít valamit, hogy tudja, azért ő tudja, hogy hogy van az a dolog, vagy hogy működik. Ha jól emlékszem, erről is megosztottam egy videót, egy TED előadás, és arról volt szó, hogy azt mondják az emberek, hogy feltaláltuk a golyóstollat, mikor az emberek többsége nem tudja, hogy hogy működik a golyóstoll. Ennek ellenére azt mondja, hogy feltaláltuk, vagy tudjuk, miközben fogalma nincs az emberek nagy részének semmiről, hogy hogy működik, az égvilágon semmiről, még arról se, hogy a WC-t mikor lehúzza, miért jön a víz, vagy egyáltalán hogy megy vissza oda a víz. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Most nem akarok megint belemenni a Dunning-Kruger hatásba, de ha valakit érdekel, a Dunning-Kruger hatásról is van videó, számos egyébként az infobubble.hu weboldalon, talán még a YouTube csatornán is lesz ezzel kapcsolatban videó. A Dunning-Kruger hatás az egy olyan dolog, szerintem, amit mindenkinek ismernie kellene, és akkor egyrészt magára ismerne benne, de ha nem magára, akkor a többségre ráismerne nagyon könnyedén a Facebookon, vagy az ismerősei között, akik beszélnek óriás lendülettel dolgokról, amikhez szellendésük nincs, hogy hogy működik az az egész, csak azt hiszik, hogy tudja. De lényegében az embereknek a túlnyomó többsége azt hiszi, hogy ő az intelligensebb felső harmadban van, tájékozottabb felső harmadban van, miközben az alsó 25%-ot sem éri el. Ez a lényege röviden a Dunning-Kruger hatásnak. Tehát az ember azt hiszi, hogy okosabb magyarul, mint amilyen okos. Csak azért, mert azt mondja, hogy jó, felfedeztük az atombombát, miközben még egy kés se tudna összerakni, nem, hogy egy atombombát. Felfedeztük az atombombát, meg eljutottunk a Marsra, az alig tud eljutni a Tesco-ban nélkül, hogy infarktusnak abna. Van egy rétege az embereknek, akit egyfajta apátia jellemez, nem érdekli semmi. Nem foglalkozik semmivel, elkönyvelte magában azt, hogy nincs semmire hatása, nem is lesz soha, nem is fogja érteni soha, hogy hogy működnek a dolgok. Ezért csak lemondott mindenről, és nem is foglalkozik vele. Ez egy elég jelentős része szerintem az embereknek, azt hiszem, hogy ez talán az idősebb korosztályok azok, akiket ez jellemez, ez a fajta hozzáállás. A másik meg ez a Dunning-Kruger hatás, ami a fiatalabb korosztályokat jellemzi, aki nem ért el semmit az életben, valószínűleg nem is fog, valójában nem ért semmihez, nem tud semmit, nem is csinál semmit, aminek értelme van, ennek ellenére azt hiszi, hogy ő mindent tud, és mindent jobban tud. Minél fiatalabb a korosztály, annál inkább jellemző ez rá. Ez nagyjából a középkorú, meg annál attól lefelé, én legalábbis úgy vettem észre. Különösen az interneten, ott mindenki nagyon okos. Mindenki tud mindent, azért, mert van egy érettségie, vagy elvégzett valami menedzser szakot, meg a büfé ruhatárt, és akkor onnantól kezdve ő abszolút tájékozott, meg van egy orvos ismerőse, és ezért tudja, hogy hogy működik az RNS vakcina. És van egy rétege, akik tisztában van azzal, mondjuk ebből nem is tudom, hogy mennyi van, de nagyon kevés, tudja, hogy nem tudja, az kész, elfogadja. Hogy van rengeteg dolog, amit nem tudhatunk, és én ezért is lyukadtam ki ott, hogy így az évek során valamit viszont tudhatunk, az az, hogy a Biblia elmondja nekünk az igazságot a Teremtőről, az ő akaratáról, és arról, hogy mi az, amit elvár tőlünk. Hogyha ezt megszerzi bárki, féléreké hozzá lehet jutni, elkezdi olvasni, és onnantól kezdve meg fog változni az életed, de úgy kell hozzáállni, hogy az az igazság. És minden más hazugság. Minden más. Mindaz, ami a világban történik, az az a célt szolgálja, hogy eltávolítson minket a Teremtőtől. Ezt kellene megérteni mindenkinek. Ez egy nagyon egyszerű koncepció. Minden, amit a világ mond, azt a célt szolgálja, hogy eltávolítson minket a Bibliától. Nem a buddhizmustól, nem a hinduizmustól, vagy a taótól. Nem érdekli az ellenséget ezek a dolgok. Ezért nincs szó róla. Nem készül róla film, cikk, hogy mennyire borzasztó a buddhizmus, hogy mennyire borzasztó a mit tudom én milyen vallás. Nem tűnt ez fel senkinek, nem tűnnek fel ezek a dolgok senkinek. Nem érdekli őt, hogy mit csinál a többi vallás. Ezt az egy könyvet támadja,
mert a kereszténységet már sikerült neki lerombolni. Kereszténység nem más gyakorlatilag, mint az új pogány mozgalomnak az egyik ágazata vagy hadteste, ahol fogalmatlan emberek, akik nem is ismerik az írásokat, beszélnek olyan dolgokról, amit nem fognak megérteni soha. Ez a kereszténység mára. Lássa hát meg mindenki, hogy ez történik. Figyeljen oda erre mindenki. A Biblia az, amit el akarnak tüntetni előlünk. Most eljutottunk odáig, hogy lassan be fogják tiltani, úgy, mint gyűlöletbeszéd. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuwa útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahuwa útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuwaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!